Mai hír, hogy az első 10 hónapban 3%-kal nőttek a reálkeresetek. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos bér ma 2014. október végén 234.400 forint. Emögött a jelentős ütemű bérnövekedés mögött persze, ott van a munkahelyek számának a növekedése és a gazdaság jó teljesítménye, hiszen a megtermelt jövedelem az elért nyereség teszi lehetővé azt, hogy a munkaadók többet tudjanak fordítani a munkavállalók jövedelmi helyzetének a javítására. A bérek növekedése jövőre is folytatódni fog, a kormány intézkedései alapján 2015-ben a közszférában jelentős béremelés várható, különösen a pedagógusok tekintetében és a fegyveres és rendvédelmi dolgozók esetében.